A felhajtótól a határig 27 km a megépült új autópálya szakasz, tehát oda-vissza egy 54, és még hogyha ezt hozzáveszük, akkor egy jó erős 60-as kilométer benne lesz a kerékpárokba, illetve a lábakba. A nyár egyik legmelegebb napján több mint 100-an jelentkeztek arra, hogy egy nem mindennapi élmény részesei legyenek. A Tekerj velünk az autópályán nevet viselő biciklis eseményen a Berettyói falu főterén gyülekező bringások egy több mint 60 kilométeres túrára indultak, mégpedig az elkészült M4-es autópálya határig tartó szakaszán. Igen, valóban ez a kerékpáros túra, lehet nyugodtan rá mondani, hogy egyszerű és megismételhetetlen, hiszen a jövő hét pénteken, tehát szeptember 4-én felavatandó új autópályára lehet most utolsó alkalommal felmenni kerékpárral, és a Berettyúfrú alatt felmenni, és az országhatárig el lehet tekerni. A szervezés egyesületi hátterét a Bihari Természetbarát Egyesület adja, és jó magam volnék a főszervező, illetve hát mindenképpen köszönetet kell mondani itt jó néhány embernek, jó néhány szervezetnek, akik segítették az esemény létrejöttét, ilyen a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, a Duna Aszfalt, valamint dr. Vitány István országgyűlési képviselő úr, Muraközi István polgármester úr. Ezen kívül még köszönetet kell mondani a Turinfőmérő munkatársainak, valamint a Berettyújfrói Polgárőr Egyesületnek is. A résztvevők toborzásában nagy segítségemre volt Kurz Beatrix, Nagy Sándor, illetve Rász Sándor, valamint a Lendület Szabadidő Sport Egyesület. A mai program, ha lehet mondani, egyszerű. Tehát autópályán egy 50 kilométeres tekerés, ugye már a szervezés ennél nyilván bonyolultabb volt, és hát a mai program az, hogy ilyen 8:30-9 körül van a gyülekező, egy regisztráció, egy kötelező hőmérséklet mérés után néhány darab kis ajándék kerül kiosztásra résztvevők között, és ezt követően kerékpárúton megindul az előrátok ilyen 100 fő körüli résztvevő, és ezt követően az autópályán lesz a végtekerés, majd pedig vissza. Egy olyan alkalom a mai, mely egyszeri és megismételhetetlen, mondta Muraközi István polgármester köszöntőjében. Nyugodtan mondhatjuk, hogy soha vissza nem térő alkalom kapcsán. Látszik, hogy egy jó cél és egy különleges alkalom összehozza az embereket, a biciklizni, tekerni vágyókat, hisz látjuk, hogy a nemrég átadott kerékpárút szakaszok is nagyon sok kerékpárost vonzanak, de ez a mai egy különleges alkalom, hisz szeptember 4-én kerül átadásra a Berettyőfalu és az országhatár között az M4-esnek az új szakasza. Az autópálya teljesen elkészült, de még a ünnepélyes átadó előtt egy lehetőséget kaptunk arra, hogy két kerékkel kipróbáljuk a magyarországi szakaszt. Ez egy 27 kilométeres szakasz, tehát oda-vissza egy 54 kilométeres, ez már egy sportértéke van ennek a távnak. Bízunk benne, hogy nagyon sokan meg fogják ezt tudni teljesíteni, ezt a távot. Megpróbáltunk, és a szervezők megpróbáltak felkészülni energiapótlással, vízzel, minden egyébbel, hogy ezt balesetmentesen meg tudjuk tenni. Tehát örülünk, hogy ilyen sokan összejöttek, úgy látjuk, hogy vannak profi kerékpárosok is, amatőr kerékpárosok is, fiatalabbak és régebb óta fiatalok. Reméljük, hogy egy nagyon hangulatos délelőtt lesz. Az időjárás az egészen biztos, hogy komoly erőpróba elé állít minket, hisz ez a hétvége az utolsó nagy nyári meleget fogja adni, de ez azt gondolom, hogy a sportértéket csak növelni fogja.